Tudjátok, hogy mi az EFOT, mint rövidítés pontosan? EFOT? Nem. Nem. Az EF az Utia Fesztivál. Egyetemi. Országos. TT. Egyetemi főiskolás országos találkozója. Igen, és van benne még egy T, az mi lehet? Találkozójának... Társasága. Mi egyetemi, nem? Egyetemi. Egyetemiste. Egyetemi fesztivál. Főiskolások. Egyetemi fesztiváli, ez nem jó, bazai találkozó valami? Egyetemista, a főiskolások, országos találkozó, faszom tudom. Turisztikai találkozó, na. Egyetemista. Igen, egyetemisták. Az elfasz faszom. Fesztivál. Főiskolások. Bazd meg, na. T, két T. Országos. De nincs is ó benne. Egyetemi és főiskolás valami országos találkozója. Turisztikai találkozó. Egyetemi fiatalok országos találkozója. Egyetemisták és főiskolások. Országos turisztikai találkozója. Wow, ti vagytok az elsők, akik ezt tudták. Sára! Egyetemi és főiskolai országos turisztikai találkozója. Te vagy a második, aki ezt tudta. Volt a legutáltabb kötelező olvasmányotok annak idején? Én minden kötelező olvasmányt szerettem, én kurva nagy stréber voltam, szóval én amúgy éltem az összeset. A kőszívű ember fiai. Mert elképesztő hosszú volt, és nem tudtam annyira élvezni. Akkori fejjel. És nem is próbáltam utána így tényleg megérteni. A Puszták népe volt a legeslegszörnyűbb olvasmányunk, ahol arról olvastunk, hogy erőszakolták meg a nőket. Na, én régen. Nekünk ez volt, és érettségi tétel is volt. Mikor a kisfiú meghal, melyik volt az? Nem. Pál utcai fiúk, azt nagyon gyűlöltem. Az Egri csillagok ki se olvastam, de gyerekek, hogyha a Pál utcait elolvastátok, akkor ti vagytok a királyok, azt mindenki elolvassa. Ennyire egyszerű. Az Egri csillagok, van vagy 600 oldal, még hangos könyve se. Nem szabad. Bazd meg, most így. Egy gin tonic után, egy liter gin tonic, nem tudom amúgy, bevallom. Egyetlen egy olyan olvasmányt sem olvastam el, ami kötelező volt, viszont így visszatekintve én nagyon szeretném elolvasni. Egri csillagot, gyűlöltem. Miért? Mert nagyon, szerintem nagyon fiús, és amikor leírja hosszan a török sereget, senkit nem érdekel. Jókai Mór aranyember. Miért utáltad? Nagyon hosszú volt, igazából el sem olvastam, csak a felét, de meguntam. Kincskereső kisködmöm. Wow, miért? Hát mert meghal benne a kis húg. Kőszívű ember fiai, mert szerintem egyáltalán nem akkor kéne elolvasni, mert szerintem felnőtt fejjel sokkal jobban lehet értelmezni, mint gyerekként. Én igazából mindegyiket élveztem. Mindegyiknek megvan a maga varázsa. És a Pál utcai fiúk nagyon megmaradt általánosban, hogy ezt nagyon szerettem. Úrussal vettünk! Gárdonyi Gézás! Gárdony Géza! Melyik az a... Az Egri csillagok! Az mindenféleképpen, az nem. Egri csillagok! Nálam Shakespeare, érettségizek és nem szeretem. Egri csillagok, így ever. Ez az olvasmány volt, ami befeküdtem az ágyamba, apukám így fél óránként így rám ellenőrzött, és igen, 20 oldalt így átlapoztam, olvas persze, hát már itt tartok. És akkor így... Köszönjük szépen, Márko, Dani, megint kurva jó, kurva jó. Ez ki, ezt valaki elolvastam úgy? Egri csillagok a sok leírás miatt. Az tényleg kurva, az nagyon szar volt. Egri csillagok. Miért? Nem tudom. Az nem jött be. Az ilyen... Ugyanez. Egri csillagok. Az összes. Pál utcai fiúk. Egyiket sem olvastam.